Mielőtt az éves közgyűlése asztalhoz ültek volna, a konyhában serénykedtek a Paksi Reform Főzőklub Egyesület tagjai. A menü egy igen régi étel volt hússal, babbal, kölessel, a desszert pedig a farsang jegyében csöröge fánk. A megvalósítás igen gyakorlottan zajlott, ahogy a 2011-es esztendőben megvalósított 8 klubesten is, amelyek menete már kialakult. Az elnökünk, a Kovács János Veneszélyes Mesterszakács, ő szállítja a menüt, ez általában előétel, leves, főétel, desszert, tehát egy 4-5 fogásos, megadja a receptet is, tehát már előre tudjuk, hogy mit fogunk főzni, és akkor kis csoportokban nekiállunk, és megfőzzük a megvett alapanyagokból. A főzőesteken a fő irány az egészséges ételek elkészítése volt, a klub ezt egyre hangsúlyosabban képviseli. Az ételek elkészítése közben nem csak új recepteket ismernek meg, hanem konyhai fortélyokat is elsajátítanak. A klubestek mellett minden évben kirándulást szerveznek, tavaly Prágában voltak, és megmutatják főzőtudományukat különböző rendezvényeken, 2011-ben is több díjat elnyertek főzőversenyeken. Idei programpalettájuk a tavalyihoz hasonló. Minden hónapban találkozunk a második vagy harmadik szerdáján, itt az Atomfit Centrumban. Az idei évre 9 klubfoglalkozást tervezünk, ezen kívül részt veszünk a városi programokon, ilyen továbbra is a Dunaparti Halászléfőzőverseny, a Schiller Fesztivál, a Gasztrobúz Fesztivál, a Kenyérbor Hal ünnepe, illetve a Paksi Boráldás, illetve ugye tavaly évben jött be az adventi udvar, ahol megint szeretnénk kínálni magunk által készített süteményt, vagy akármit, azt majd még eldöntjük, hogy mi lesz. Tehát ezen is szeretnénk részt venni. Új dolog, hogy az idei évben egyenruhánk fog elkészülni, tehát külön a hölgyeknek, külön a fiúknak, és ebben fogjuk az eseményeken szerepelni. A 24 tagú társaság minden esztendőben szervez egy nyílt napot. Más civil szervezetek felé is nyitott 2 évvel ezelőtt a főzőklub, idén az orosz klubban lesz közös rendezvényük. Az elmúlt év értékelése és az idei programok meghatározása mellett a közgyűlésen áttekintették az Egyesület alapszabályát és elkészült szervezeti működési szabályzatukat.